Voltaire Candid, vagy az optimista világnézet. Kemény Gábor fordítását fogom felolvasni. Az első fejezet, hogyan nevelték Candidot egy gyönyörű kastélyban, és hogyan kergették ki onnan. Mielőtt még belekezdenénk, néhány szó arról, amit tudnunk kell, mielőtt a Candid olvasásához fogunk. Leibniz, az optimista világnézetnek egyik pregnáns hirdetője, azt állítja a mi világunkról, hogy az összes lehető világok között a legjobb. Ezt az állítását néhány ellentmondás nem tűrő a priori tétellel meg is alapozta, s metafizikájára támaszkodva, mely szerint a világot alkotó alapegységek, monaszok, Istentől előre meghatározott összhangban harmónia pré-stabilita vannak egymással. Kijelentette, hogy a világban tökéletesen duralkodik. Hogy maga a világ mit szól ehhez a kijelentéshez, azt mutatta meg Voltaire Candidjában. Leibniz Teodiceájának, írja Schopenhauer, az optimizmus módszeres és bő kifejtésének nem tulajdoníthatok ezen minőségében más érdemet, mint azt, hogy később a nagy Voltaire halhatatlan Candidjára adott alkalmat. Ami által persze Leibniznak annyiszor ismételt sántikáló kifogása a világ bajai ellen, hogy tudnillik némelykor a rossz, a jót előidézi, ránézve váratlan bizonyítása talált. Már hősének nevével is rámutatott Voltaire arra, hogy csupán őszinteségre van szükség az optimizmus ellenkezőjének a felismeréséhez. Most pedig következzen az első fejezet. Hogyan nevelték Candidot egy gyönyörű kastélyban, és hogyan kergették ki onnan? Westfáliában, Thundertentrop báró úr kastélyában élt egy fiatalember, kit a természet a legszelídebb erkölcsökkel áldott meg. Arcvonásai híven tükrözték vissza jóságos lelkét. Elég józan ítélő képessége a legegyszerűbb szellemmel párosult, és úgy hiszem ezért nevezték Candidnak. A ház régi cselédei úgy sejtették, hogy Candid a báró úr nővérének és egy környékbeli derék és tisztességes nemesnek a fia, akihez a kisasszony semmiképp sem akart feleségül menni, mert a szerencsétlen férfi csak 71 családfát tudott felmutatni, s családfájának többi ágazatát elpusztították az időviharai. A báró úr Westfália leghatalmasabb urai közé számított, mert kastélyának egy kapuja és néhány ablaka volt. Sőt, a nagy termet még szőnyeg is ékesítette. Házőrző komondorai szükség esetén kopófalkául szolgáltak. Lovászai, egyben vadászai is voltak. A falu vikáriusa volt egyszer s mind a nagy alamizsna osztogató, mindnyájan nagy méltóságodnak szólították, és nevettek az elmészségein. Báróni asszony, ki körülbelül 350 fontot nyomott, már ennek révén is nagy tekintélynek örvendett, és még tiszteletre méltóbbá tette őt az a méltóságos magatartás, mivel a házügyeit igazgatta. Leánya Kunigunda 17 éves üdearcú, élénk, teltidomú, kívánatos lány volt. A báró fia pedig minden tekintetben méltónak látszott atyához. Panglosz, a házi tanító, valóságos orákuluma volt a családnak, és a kis Candid korához és jelleméhez illő lelkesedéssel tanította tanításait. Panglosz a metafizikai, teológiai, kozmonigológiát tanította. Bámulatra méltóan be tudta bizonyítani, hogy semmiféle hatás nincs ok nélkül, és hogy ebben az elképesztő legjobb világban a báró úr őméltóságának kastélya minden kastélyok között a legszebb, valamint, hogy az összes bárónők között is legjobb a méltóságos asszony. Nyilvánvaló, mondogatta, hogy a dolgok nem lehetnek másformák, mert minden bizonyos célra lévén alkotva, szükségképpen a legjobb célra is alkottatott minden. Ne feledjük, hogy például az orr a pápa szem hordására való, és hát íme van is pápa szemünk. A lábak szemmel láthatólag arra teremtettek, hogy csizmát húzzunk rájuk, és viselünk is csizmát.
A kövek azért vannak, hogy megfaragván kastélyokat építsük belőlünk. És lám a méltóságos báró úrnak valóban gyönyörű kastélya van. A vidék legelső báróját a legszebb lakás illeti meg. A disznó arra való, hogy megegyük, és esszük is egész éven át. Mindezek következésképpen, aki azt állította, hogy minden jól van a világon, ostobaságot beszélt. Azt kellett volna mondania, hogy minden a legjobban van. Kandit figyelmesen hallgatta őt, és ártatlanul hitte tanításoknak. Mert Kunigunda kisasszonyt elragadóan szépnek találta, habár sohasem volt bátorsága ezt néki bevallani. Meggyőződése szerint azon boldogság után, hogy valaki Tundertentrok bárónak születik, a boldogság következő foka Kunigunda kisasszonynak lenni, a harmadik őt minden nap láthatni, a negyedik Panglosz mestert hallgatni, ki a környéknek s ebből kifolyólag az egész világnak legnagyobb filozófusa. Midőn Kunigunda egy napon a kastély előtt sétált, azonnak is befásított helyen, melyet parknak neveztek, a lombok között Panglosz doktor pillantotta meg, amint éppen kísérleti fizikából adott órát az édes anyja szobalányának, egy szép és fogékony kis barna teremtésnek. Mivel hogy Kunigunda kisasszony különösen érdeklődött a tudományok iránt, lélegzetét visszafojtva figyelte a többször megismételt kísérleteket, melynek véletlenül tanúja lett. Világosan látta a doktor részéről az elegendő indokot, a hatásokat meg az okot, és nagy izgatottsággal, tudni vágyással telten tért vissza, és eszébe ötlött, hogy ő is szolgálhatna elegendő indokul Kandidnak, vagy Kandid őnéki. A kastélyba visszatérve találkozott Kandiddal, és elpirult. Kandid szintén piros lett. Kunigunda elfogódott hangon köszöntötte őt, és Kandid beszélt hozzá anélkül, hogy tudná, mit mond. Másnap vacsora után, amint asztalt bontottak, Kunigunda és Kandid találkoztak egy spanyol fal mögött. A lány lejtette a zsebkendőjét, Kandid felemelte. Kunigunda egészen ártatlanul megfogta az ifjú kezét. A fiatal ember szintén ártatlanul, de mégis különös izgatottsággal, érzéssel és kimondhatatlan bájjal kezet csókolt a fiatal lánynak. Ajkaik találkoztak, szemükben tűzvillan, térdeik megremegtek, és kezük eleltévejedett. Tundertentrok báró úr történetesen a spanyol fal mellett haladt el, s látván ezt az okot és okozatot, Kandidot szapora farbarúgások közepette, kikergette a kastélyából. Kunigunda elájult, mikor pedig magához tért, a báróasszony alaposan felpofozta, és így minden fejtetőre állott ebben a lehető legszebb és legkellemesebb kastélyban. Második fejezet. Mi történt Kandiddal a bolgárok között? Kiűzve a földi paradicsomból, sokáig mendegélt Kandid anélkül, hogy tudná hova. Sokat sírt, tekintetét az égre emelve, és gyakran visszanézett az elképzelhető, legszebb kastély felé, mely a báró leányok legbájosabbikát rejtette magába. Vacsora nélkül a szabad ég alatt feküdt le, a szántóföld két barázdája közé. Nagy pelyhekben hult a hó, és Kandid másnap teljesen átázva vonszolta magát a közeli városba, melyet Waldberghof Trarbrickdorfnak hívtak. Nem volt egy garasa sem, s majd eldőlt az éhségtől, meg a fáradtságtól. Szomorúan állt meg egy kocsma ajtajában. Két sötétkék ruhába öltözött ember vette őt szemügyre. Pajtás! Mondta az egyik. Nézd, milyen szép szál legényez! Közel mentek Kandidhoz, és nagyon barátságosan meghívták őt vacsorára. Uraim! Mondál nekik Kandid bájos szerénységgel. Igazán nagyon megtiszteltek, de nincs miből fizessem a költséget. Ó, uram,
mondá kékruhások egyike. Ilyen szép külsejű. És így érdemes egyének nálunk sose szoktak fizetni, mert nem elége, hogy 5 láb, 5 hüvelyk magas vagy. Csak ugyan, uraim, ez a magasságom, mondá meghajolva. Ülj le, kamám, az asztalhoz. Nem csak a fizetéstől mentünk fel, de azt sem fogjuk tűrni, hogy ilyen fickó pénzszűkében legyen, hiszen az embereknek mindenkor segíteniük kell egymást. Igazatok van, feleli Kandid. Banglosz úr is mindig ezt mondta, s én magam is belátom, hogy minden a legjobban van berendezve ezen a világon. Kérik, hogy fogadjon el néhány tallért, Kandid elfogadja, s nyugtát akar róla adni, de azok leintik, s asztalhoz ültetik. Nagyon szereted? Ó, igen, felelte. Nagyon szeretem Kunigunda kisasszonyt. Nem róla van szó, mondta az egyik kékruhás. Azt kérdezzük, hogy nagyon szereted-e a bolgár királyt? Dehogy szeretem, hiszen sose láttam. Ugyan nem mond, pedig ő a legszeretetre méltóbb király. Igyunk az egészségére. Kész örömmel, uraim, és ivott. Most már rendben vagyunk, mondták neki. E pillanattól fogva támasza, fenntartója, védője, és hőse lettél a bolgár népnek. Megalapoztad szerencsédet, és biztosítva van dicsőséged. Nyomban bilincsbe is verik lábait, és hurcolják a hadseregbe. Ott rászoktatják, hogy jobbra át, balra át, válhoz a puskát, lábhoz a puskát, célozz, lőj, lépés, szaporáz! És végül 30-at kap a fenekére. Másnap már jobban végzi a gyakorlatot, és csak 20-at kap. A következő napon már csak 10-et adnak neki, és pajtársai úgy nézik, mint valami csodát. Kandid nagyon elcsodálkozott a történteken, és még nem igen értette, hogyan lett hőssé. Egy szép tavaszi napon sétára határozta magát, s mindig egyenesen előre ment, mert meg volt róla győződve, hogy lábain kedvük szerint való használata épp oly kiváltság az emberi, mint az állati nemnek. Ám alig tett meg 2 mérföldet, midőn 4 másik, 6 láb magas hős utolérte, megkötözte, elhurcolta, és tömlötre vetette. A törvény előírásához híven megkérdezték, mit szeretne jobban. Hogy 36-szor megveszőzze az egész hadsereg, vagy hogy egyszerre 12 ólomgolyót röpítsenek a koponyájába. Hiába hangoztatta Kandid az akarat szabadságát, és hogy sem az egyikből, sem a másikból nem kér, választania kellett. Végül a szabad akaratnak nevezett isteni adomány dicsőségére elhatározta, hogy kiteszi magát 36-szor a veszőfutásnak. 2-szer ki is állotta a próbát. Mivel pedig a hadsereg 2000 emberből állott, ez 4000 ütést jelentett számára, amik nyakszirtjétől faráig záporként hullottak rá. Mikor a 3. futásra került volna a sor, Kandid úgy érezte, hogy ezt már nem bírja ki, és azt a kegyet kérte, legyenek olyan irgalmasak, szúzzák szét a fejét. Hajlandók voltak ezt a kegyet megadni, szemeit bekötözik, letérdepeltetik. E pillanatban megjelenik a bolgár király, és érdeklődik az elítélt bűne felől. Mivel pedig a királynak éles elméje volt, mindabból, amit Kandidról hallott, megértette, hogy itt egy fiatal metafizikussal áll szembe, ki nagyon tájékozatlan az igaz élet dolgaiban, és szelid jó indulattal megkegyelmezett neki. S irgalmas szívét minden újságban, s még a késő századokban is dicsérettel fogják emlegetni. Egy derék felcser 3 hét alatt meggyógyíták Kandidot, a diszkored Dész ajánlotta orvosszerekkel. Már egy kissé beheggettek sebei, és már járni tudott, midőn a bolgár király háborút indított az arab király ellen. 3. fejezet. Hogyan szabadult meg Kandid a bolgároktól, és milyen sorsa jutott?
Sehol a világon nem volt oly pompás, fürge, ragyogó és jól fegyelmezett hadsereg, mint ez a kettő. A sípok, dobok, harci trombiták, ágyuk oly harmóniában voltak, amilyen még a pokolban sincs soha. Először az ágyuk söpörtek el, körülbelül 6000 embert mindkét részről. Azután a muskétások szabadították meg ezt a legjobb világot, vagy 9-10 ezer bitangtól, akik rontották itt a levegőt. A szurony is elengedő oka volt néhány ezer ember halálának. Az áldozatok száma jóval túlhaladta a 30 ezret. Kandid, aki úgy reszketett, mint egy filozófushoz illik, a legjobb képessége szerint elrejtőzött a hősi mészárlás alatt. Végül, mialatt a két ellenséges király kiki a maga táborában a Tedeumot énekeltette, Kandid arra határozta magát, hogy máshova megy elmélkedni az okok és okozatok felől. Keresztül vergődött a halottak és haldoklók tömegén, és így jutott el egy szomszédos faluba. Porrá volt hamvasztva a helység, arab falu volt ez, melyet a bolgárok a nemzetközi jog törvényeihez híven felégettek. Itt ütésektől elsanyargatott aggasztjának látták haldokolni a legyilkolt asszonyokat, kik gyermekeiket vérző emlőikhez szorították. Amott felkoncolt hajadonok hallatták utolsó sóhajtásaikat, miután néhány hős kielégítette rajtuk természetes vágyát. Mások, kik félig megégtek, keservesen jajgatva kérték, hogy adják meg nekik a kegyelemdöfést. Levágott karok és lábak között kilocsant agyvelők hevertek szerte a földön. Kandid, amilyen gyorsan csak tudott, egy másik faluba menekült. Ez a bolgároké volt, s az arab hősök hasonlóképpen bántak el vele. Haldokló roncsok közt járva és romok között bukdácsolva végre kijutott Kandid a háború színteréről. Tarisznyájában volt még egy kevés élelmiszer, és Kunigunda kisasszonyt még egy pillanatra sem feledte el. Mire Hollandiába érkezett, elfogyott az ennivalója, de mivel hallotta, hogy ebben a boldog országban mindenki gazdag és keresztény, nem kételkedett abban, hogy épp oly jól fognak vele bánni, mint a báró úr kastélyában, mielőtt Kunigunda kisasszony szép szemei miatt kiűzték onnan. Alamizsnát kért több előkelő személytől, de valamennyien figyelmeztették arra, hogy ha nem hagy fel a koldulás mesterségével, javítóintézetbe zárják, s ott majd megtanulja, hogyan keresse meg a kenyerét. Végül egy olyan emberhez fordult Kandid, ki egy nagy gyülekezetben teljes óra hosszat beszélt a kegyességről. Ez a szónok átható pillantás vetve rá, ezt kérdé tőle. Minek jöttél? Valami jó ügy hozott ide? Nincsen okozat ok nélkül, felelt szerényen Kandid. A dolgok mindig szükségszerűen kapcsolódnak egybe, és minden a lehető legjobb célra teremtetett. Elkerülhetetlen volt, hogy előzzenek Kunigunda kisasszony mellől, hogy veszőfutásban legyen részem, és kellett, hogy összekolduljam az ennivalómat, amíg nem tudom a kenyeremet megkeresni. Mindez nem történhetett másképp. Barátom, kérdi a hitszónok, azon a nézetem vagy, hogy a pápa az Antikrisztus? Még nem hallottam erről beszélni, felelé Kandid, de akár az, akár nem, annyi bizonyos, hogy nincs betevő falatom. Nem is érdemled meg, hogy jól lakjá, mondta a prédikátor. Erejt te gaz fickó, pusztulj innen, te nyomorult! Ne kerülj soha többet a szemem elé! A prédikátor felesége kidugván fejét az ablakon, és elgondolván, hogy olyan ember áll előtte, ki kételkedett a pápa antikrisztusi mi voltában, hirtelen rázúdította egy edény tartalmát. Ó, egek! Milyen túlzásba ragadja a nőket a vallásos buzgalom! Egy ember, ki nem volt megkeresztelkedve, egy Zsak nevű jámbor anabaptista végignézte, mi kegyetlen és csúfondáros módon bántak el egyik testvérével, egy lelkes, kétlábú, tollatlan lénnyel, hazavezette otthonába,
megfürdette, kenyeret és sört tett elébe, s még 2 pengő forinttal is megajándékozta. Sőt, munkát is akart adni neki a gyárában, hol perzsa szőnyegeket készítettek, mi Hollandiában szokásos volt. Kandid földre vetvén magát előtte, lelkesedéssel kiáltott fel. Bölcsen mondá, panglosszmester, hogy minden a legjobb a világon, mert mondhatom, hogy sokkal jobban el vagyok ragadtatva a te határtalan nemes lelkűségettől, mint amennyire elkeserít annak a fekete palástos úrnak és feleségének kegyetlensége. Másnap séta közben egy koldussal találkozott, ki mérges kelevényekkel volt borítva. Szemei fénytelenek voltak, az orra vége lerohadt, szája lefittyett, foga fekete. Hangja reket volt, heves köhögés kínoszta, és minden rohamnál kiköpte egy fogát. 4. fejezet. Hogyan találkozott Kandid hajdani filozófia tanítójával, Panglosz doktorral, s mi lett az utóbbi sorsa? Kandid inkább a részvédtől, mint a borzalomtól indítatva, a Jámbor Zsak anabaptistától kapott 2 pengő forintját odaadta a borzalmas állapotban lévő koldusnak. A fantom mereven nézte őt, és a nyakába borult. Kandid ilyetten tántorodott vissza. Nagy ég! Mondta nyomorult a másik nyomorultnak. Hát nem ismered fel a te kedves panglosodat? Mit kell hallanom? Te vagy az drága mesterem. Te jutottál így borzalmas állapotba? Mi szerencsétlenségért? Miért nem maradtál a világ legszebb kastélyában? Mi történt Kunigunda kisasszonnyal, minden lányok gyöngyével, a természet remek művével? Nem bírom tovább, mondta Panglosz. Kandid rögtön elvitte őt az anabaptista istállójába, és egy kis kenyeret adott neki. Mikor Panglosz kissé erőhöz jutott, megkérdezte tőle. Nos, mi van Kunigundával? Meghalt, válaszolta másik. Ennek hallatára Kandid elájult. Barátja magához térítette csöpnyi romlott tecettel, melyet az istállóban talált. Kandid kinyitás szemeit. Kunigunda meghalt. Ó, hol találok meg téged, elképzelhető legjobb világ? De vajon mi betegség ölte meg? Nem az-e, hogy szapora rúgások közepette látott engem kikergetni atya urának gyönyörű kastélyából? Nem, mondta Panglosz. Bolgár katonák ölték meg, miután oly sokszor megbestelenítették, ahányszor csak lehetséges volt. A báró úrnak, ki védelmére akart kelni, kitekerték a nyakát. A báróné ő méltóságát darabokra vágták, az én szegény növendékemnek is az lett a sorsa, ami a nővérének. És ami a kastélyt illeti, kőkövön nem maradt. Egyetlen csűrt, egyetlen fát, juhot vagy rucát sem kíméltek. De alaposan meg is fizettek ezért, mert az arabok ugyanezt tették a szomszéd báróságban, mely egy bolgár birtokos tulajdona volt. Erre Kandid ismét elájult. De amint magához tért és mindent elmondott, ami a szívét nyomta, és okról és okozatról kezdett kérdezősködni, s elegendő okát kereste annak, hogy Panglosz így szánalmas állapotba jutott. Jaj, mondta Amaz, a szerelem juttatott ide. A szerelem, az emberi nem vígasztalója, a világ mindenség fenntartója, az érzékeny lények lelkesítője, a gyöngét szerelem. Jaj, mondta Kandid, én is ismertem a szerelmet, a szívek kormányzóját, a lelkek lelkét. Sohasem volt belőle több hasznom, mint egy csók és 20 farbarúgás. És ez a szép ok, hogyan szülhetett benned így rettentő okozatot? Panglosz így felelt. Ó, kedves Kandidom, bizonyára emlékszel Paketre, ami felséges bárónink csinos komornájára. Karjaiban a paradicsom gyönyöreit élveztem,
és a gyönyöröknek köszönhetem most a pokoli kínokat, melynek martaléka lettem. A lány meg volt fertőzve, talán bele is halt. Pakett egy tudós ferencrendi baráttól kapta a nyavajáját, ki a forrásig ment vissza, mert őre meg egy vén grófnőtől ragadt, ki viszont egy lovassági kapitánynak köszönhette, az utóbbi egy márkinőtől kapta, ez egy aprótól, ez egy jezsuita novíciustól, ki egyenesen Kolumbusz Kristóf egyik bajtársától szerezte. Ami engem illet, én már senkire sem származtatom, mert én belehalok. Ó, Pangloss! Kiáltott fel Kandid. Milyen különös családfa! Biztosan maga az ördög ennek az őse. Egyáltalán nem, válaszol el nagy férfiú. Nélkülözhetetlen kelléke és szükséges alkotó része ez a lehető legjobb világnak. Mert a Kolumbusz nem kapta volna meg Amerika egyik szigetén ezt a nyavaját, mely megmérgezi a nemzés forrását. Sőt, amely gyakran magát a nemzést is lehetetlenné teszi, mi világos ellentétben áll a természet nagy céljával, akkor nem lenne se csokoládénk, se bíborfestékünk, azon kívül figyelembe kell venni, hogy a mai napig csak is a mi földrészünkön terjedt el ez a betegség oly nagyon. A törökök, indusok, perzsák, kínaiak, japánok még nem is ismerik. De megvan rá az elegendő ok, hogy néhány évszázad alatt ők is alaposan megismerjék. Mi nálunk azonban bámulatosan felvirágzott, különösen a nagy hadseregekben, melyek jól fegyelmezett derék zsoldosokból állnak, kik kezükben tartják az államok sorsát. Biztosak lehetünk benne, hogyha 30 000 ember szép csatarendben ugyanilyen erővel áll szemben, akkor 20 000 vannak megfertőzve mindkét részről. Milyen csodálatos ez, mondá Kandid. De téged meg kellene gyógyítatni. Hogyan tegyem ezt? Kérdé Pangloss. Nincs egy árva garasom, se barátom. És ezen földkerekségen még eret vágatni, vagy beöntést kapni sem lehet, ha nincs pénzünk, vagy ha valaki más meg nem fizet érte. Ezek a szavak elhatározása bírták Kandidot, a kegyes anabaptista Zsaknak lába jelé vetette magát, és oly meghatóan festette le előtte barátja szánalmas állapotát, hogy a jámbor férfiú habozás nélkül házába fogadta Pangloss doktort, és kigyógyította saját költségén. Pangloss a kezelés alatt csupán egyik szemét és fülét vesztette el. A filozófus szépen tudott írni, és kitűnően értett a számtanhoz, így hát az anabaptista Zsak könyvelőnek alkalmazta. 2 hónap múlva kénytelen lévén ügyeinek elintézett céljából Lisszabonba utazni, magával vitte hajóján a 2 filozófust. Pangloss az úton elmagyarázta neki, hogy ezen a világon minden a lehető legjobban van elrendezve. Zsak nem volt ezen a nézeten. Valahogy úgy kell legyen, mondta, hogy az emberek elhagyták eredeti természetöket. Mert hiszen nem születtek farkasoknak, és mégis farkasokká lettek. Isten se 24 fontos ágyukat, se szuronyokat nem adott az embereknek. És ők mégis szuronyokat és ágyukat gyártanak, hogy ezzel pusztítsák egymást. Megemlíthetném még a csődbe jutottakat és az igazságszolgáltatást is, amely lefoglalván a bukott kereskedők vagyonát megfosztja tőle a hitelezőket. Mindez elkerülhetetlenül szükséges. Válaszol el félszemű doktor, és egyesek szerencsétlensége az általános jólét forrása. Így aztán minél több bajuk van egyeseknek, annál nagyobb az általános jólét. Mialatt filozófusunk így elmélkedett, az ég elsötétült, a szélrózsa minden irányából hatalmas szél kerekedett, és a hajót Lisszabon kitkötője előtt rettenetes vihar támadta meg. 5. fejezet. Vihar, hajótörés, földrengés. Mi történt Pangloss doktorral, Kandiddal és az anabaptista Zsakkal?
Az elgyengült utasok egy része, azon megfoghatatlan izgalom hatalmába kerülve, melyet a hajó hánykolódása okoz az idegekben és a test minden részecskéjében, már nyugtalankodni se tudott a veszély miatt. Az utasok másik része jaj veszékelt és imádkozott. A vitorlák elszakadtak, az árbócok összetörtek, a hajó léket kapott, dolgozott, aki bírt. Egyik a másik szavát nem hallotta, senki sem parancsolt. Az anabaptista segíteni óhajtott valamit, s a fedélzeten tartózkodott. Egyszerre csak egy őrjöngő matróz durván meglökte, s ő elterült a padozaton. De az erős ütéstől, melyet az anabaptistára mért, maga a matróz is annyira előre lendült, hogy fejjel lefelé kibukott a hajóból, megakadt és függve maradt egy törött árbóc roncsán. A jámbor zsak segítségére siet, kimenti őt, ám de a nagy iparkodás közben tengerbe pottyan a matróz szeme láttára. Ez veszni hagyja őt anélkül, hogy egy tekintetre is méltatná. Kandit közeledik, észreveszi jótevőjét, amint egy pillanatra kibukkan a vízből, majd örökre elmerül a hullámokba. Utána akar ugrani a tengerbe, de a filozófus Pangloss megakadályozza őt, bebizonyítván, hogy a lisszaboni kikötő egyenesen azért alakult, hogy ott ez az anabaptista megfulladjon. Még Pangloss az a priori bebizonyította tételét, a hajó teljesen elmerült, és minden utas odaveszett, csak Pangloss és Kandid menekültek meg, és az a durva matróz, ki miatt a jámbor anabaptista a vízbe fúlt. A gaszfiszkó szerencsésen partra úszott, hova egy hajóroncson Pangloss és Kandid is kijutottak. Kissé magukhoz térve Lisszabon felé vették útjukat, volt még néhány garasuk, s remélték, hogy ezzel megmenekülnek az éhségtől, miután a vihart már kiállották. Alig, hogy a városba értek, siratva jótevőjük halálát, midőn egyszerre megrendült lábuk alatt a talaj. A tenger tajtékozva önti el a kikötőt, összetöri a partnál horgonyzó hajókat, hamu és láng folyamok öntik el az utcákat és nyilvános tereket, a házak összeomlanak, a tetők fundamentumokra fordulnak, és a fundamentumok a földdel egyenlővé lesznek. 30 000 minden nemű és korú ember lelte halálát a romok között. A matróz fütyűrészve és káromkodva mondta. Itt nyerhetünk valamit. Vajon mi lehet az elégséges oka ennek a tüneménynek? Kérdé Pangloss. Ez a világ vége! Kiáltott fel Kandid. A matróz telhetetlenül jár kell a romok között. Felkutatja a halottakat, hogy pénzt találjon, ha pénzre bukkan magához veszi, elissza, és miután lerészegedett, megvásárolja az első utcai lány kegyeit, akivel az leomlott házak, a haldoklók és holtak között találkozott. Pangloss megrántotta a kabátját. Barátom, mondta neki. Nem helyesen cselekszel. Nem veszed figyelembe az emberiség érdekét. Rosszul használod fel az idődet. Ördög és pokol, kiabált a másik. Én matróz vagyok, és Batáviában születtem. Japáni utazásom alatt 4-szer tagadtam meg a keresztet. Bennem ugyan emberedre akadtál, és jó helyen hangoztatod az emberiség érdekét. Néhány leomló kő megsebesítette Kandidot, elterült a földön, és majd eltemették a romok. Így szólt Panglosshoz. Ó, jaj! Adj egy kis bort és olajat, mert különben meghalok. A földrengés nem új dolog, jegyezte meg Pangloss. Lima városában, Amerikában a múlt évben ugyanilyen lökéseket tapasztaltak. Ugyanazon okoknak, ugyanazon okozatai voltak. Valószínűleg egy kén réteg húzódik el a föld alatt Limától Lisszabonig. Ez nagyon valószínű, mondta Kandid, de az Istenre kérlek, adj egy kis olajat és bort. Mit? Valószínű? Azt állítom,
hogy a dologhoz semmi kétség sem fér. Candide elveszítette eszméletét, mire Pangloss egy kis vizet hozott neki a közeli forrásból. Másnap a romokon átbotorkálva némi kis ennivalóhoz jutottak, és erejük visszatért valamennyire. Aztán ők is, mint mások, megpróbáltak segíteni azokon, akik a halál torkából kimenekültek. Néhány polgár hálából, amiért kimentették őket, ebédet adott nekik, amilyet ebben a helyzetben adni lehetett. Meg kell adni, hogy szomorú ebéd volt. A vendégek könnyeikkel öntözték a kenyeröket, ám de Pangloss vigasztalta őket, meggyőzően bizonyítva, hogy a dolgok folyása nem lehet másforma. Mert, mondá, mindez a lehető legjobb. Mert ha egyszer Lisszabonban vulkán van, ez semmiképpen sem lehet másutt. Mert lehetetlen, hogy a dolgok ne ott legyenek, ahol vannak. Mert hiszen minden jól van. Egy kis fekete ember az inkvizíció megbízottja, ki éppen mellette volt, udvariasan átvette a szót, és ezt mondá. Uraságod valószínűleg nem hisz az eredendő bűnben. Mert ha minden legjobban van, akkor nincs se bűnbeesés, se bűnhődés. A legalázatosabban bocsánatot kérek méltóságodtól, mondá Pangloss még udvariasabban. Mert hát az ember bűnbeesése és kiátkoztatása szükségképp hozzátartoznak-e lehető legjobb világhoz. Uraságod tehát nem hisz a szabad akaratban, kérdi az inkvizíció bizalmas embere. Méltóságod meg fog nekem bocsátani, mondá Pangloss. Szabad akarat létezhetik a feltétlen szabadság mellett is, mert elkerülhetetlenül szükséges volt, hogy szabadok legyünk, mert végül az akarat meglévén határozva. Pangloss még be sem fejezte beszédét, midőn az inkvizíció embere jelt adott szolgájának, ki a portói és oportói borokat töltögette. 6. fejezet. Ünnepélyesen mágiát raknak, hogy eretnek égetéssel akadályozzák meg a földrengést. Candidot megbotozzák. A földrengés után, mely Lisszabon városát háromnegyed részben eltemette, az ország bölcsei nem tudtak hathatósabb módot kitalálni a teljes pusztulás elkerülésére, mint hogy egy szép eretnek égetést rendeznek a nép megnyugtatására. A Cambridge Tudományi Egyetem megállapította, hogy néhány személynek fényes szertartások között lassú tűzön való elégetése csalhatatlan titka annak, hogy a földrengést megakadályozzák. Megfogtak tehát egy biszkajai embert, ki szentül meg volt arról győződve, hogy feleségül vette a tulajdon keresztanyját, és két portugált, ki tyúkevés közben kitépte a tyúk szalonnáját. Ama ebéd után pedig megkötözték Pangloss doktort és tanítványát, Candidot. Az egyiket, mert beszélni merészelt, a másikat, mert helyeslő arckifejezéssel hallgatta az előbbit. Mindkettőjüket külön-külön jéghideg cellákba zárták, melyekbe sosem téved be a napsugár. 8 nappal később mind a kettőt szambenítóba öltöztették, és papírsüvegeket tettek a fejökre. Candide süvegére és szambenítójára lefelé lobogó lángok voltak festve, és olyan ördögök, melyeknek se karmaik, se farkaik nem voltak. Így öltözetbe bújtatva vettek részt a szent körmenetben, s hallgattak végig egy nagyon szenvedélyes prédikációt, melyet szép egyházének követett. Az éneklés alatt Candidot ütemre megbotozták. A biszkajaics azt a két ember, kik nem akarták megízlelni a szalonnát, megégették. Pangloss pedig felakasztották, bár ez ellenkezett az itteni szokásokkal. És csodálatos ugyan, e napon újból félelmetes dübörgéssel rendült meg a föld. Candide ilyetten a félelemtől csak nem eszét vesztve vérbe borítottan remegő szívvel mondta magába. Ha ez az elgondolható legjobb világ, milyen lehet a többi? Az még csak hagyján, hogy engem megbotoztak, megtették ezt már a bulgárok is. De szegény, drága Panglossom, a filozófusok legnagyobbika, miért kellett téged felakasztva látnom, anélkül, hogy tudnám az okát? Drága anabaptistám,
emberek legjobbika. Miért kellett látnom, hogyan fulladtál meg a kikötőben? Ó, Kunigunda leányok gyöngye! Miért lettél te kétgyilkosság áldozata? Visszatántorodott, alig tudott a lábán megállni. Agyon prédikálták, megbotozták, feloldották kötelékeit, és megáldották. Midőn egyszerre egy öregasszony surrant hozzá, s essúgta fülébe. Fiam, légy bátor, és kövess! 7. fejezet. Hogyan gondoskodik Candidról egy öregasszony? Hogyan találja fel kedvesét? Candid nem érzett bátorságot, de mégis követte az öregasszonyt egy rozzant kunyhóba. Ez adott neki egy tégely kenőcsöt, hogy dörzsölje be testét. Gondoskodott enni innivalóról. Egy eléggé tiszta kis ágyat mutatott neki, mely előtt teljes öltözett ruha volt. Egyél, igyál és aludjál, mondta neki. És a mi antiokhiai, szent szűzünk, páduai szent antalatjánk és a mi urunk, komposztellai szent Jakab viseljenek gondot reád. Holnap vissza fogok jönni. Candid elcsodálkozva mindazon, amit látott, és mindazon, amit szenvedett, és mindinkább elcsodálkozva az öregasszony kegyességén, kezet akart neki csókolni. Nem az én kezemet kell megcsókolnod, mondta az öregasszony. Holnap majd visszajövök. Csak dörzsöld magadat a kenőccsel, egyél és aludjál. Candid szerencsétlensége dacára is evett és aludt. Másnap az öregasszony reggelit hozott neki, megtapogatta a vállát és saját kezűleg bedörzsölt egy másfajta kenőccsel, azután ebédet hoz neki, és végül este is visszajön, hogy vacsorával lássa el. Harmadnapra megismételte ugyanezt az eljárást. Ki vagy te? Kérdé folyton Candid. Ki oltott szívedbe ennyi jóságot? Hogyan hálálhatom meg mindezt? A jóságos asszony sosem felelt semmit, egy este ismét visszajött, és ezúttal nem hozott vacsorát. Jöjj velem! Mondta, és ne szólj egy szót sem. Karonfogja átvezeti a mezőségen körülbelül negyed mérföldnyire egy magányosan álló kertektől és öntöző csatornáktól körülvett házhoz. Az öreg asszony kopogtat a kiskapun, kinyitják. Elvezeti Candidot egy arannyal díszített terembe, leülteti egy selyem pamlagra, rázárja az ajtót és elmegy. Candid azt hitte, hogy álmodik, s úgy tekintette eddigi életét, mint gonosz álmot, s a jelent, mint kellemes káprázatot. Az öreg asszony csak hamar újra megjelent, nagy fáradtsággal támogatva egy remegő, fenséges termetű, drága kövekkel feldíszített és lefátyolozott nőt. Húzd félre a fátyolt, mondta az öreg asszony Candidnak. A fiatalember közelebb lép, remegő kézzel felemeli a fátyolt. Mi tüneményes pillanat, mi meglepetés, Kunigundát vélte látni. Valóban őt látta, mert ő volt az. Ereje elhagyja, és némán a lábai elé roskad. Kunigunda pedig a pamlagra hanyatlik. Az öreg asszony erre pálinkával éblezgette őket, mitől visszanyerték eszméletöket, és beszélni kezdtek egymáshoz. Először csak félig kimondott szavakat, kérdéseket, feleleteket suttognak, majd sóhajok, könnyek, felkiáltások olvadnak össze. Az öreg asszony azt tanácsolja nekik, hogy csendesebben legyenek, és magukra hagyja őket. Hogyan? Hát csak ugyan te vagy itt, mondta Candid. Te élsz, és itt vagy Portugáliában? Hát nem becstelenítettek meg, s nem metszették fel a hasadat, mint filozófus Pangloss állította. De igen, felelte a bájos Kunigunda. De e két baleset nem okvetlenül halálos. És atyádat, anyádat igazán megölték? Megbizony, mondta Kunigunda zokogva. És a bátyád? Őt is megölték. És hogyan kerülsz Portugáliába? Honnan tudtad, hogy én itt vagyok? Mi különös varázslattal juttattál ebbe a házba? Mindent el fogok mesélni,
válaszolta a nő. De először neked kell elmesélned mindent, ami amaz ártatlan csók és az elszenvedett rúgások óta történt veled. Kandid a legmélyebb megilletődéssel engedelmeskedett, s ám bár elfogódott volt hangja, pedig zavart és remegő, s ám bár gerincébe még éles fájdalom nyilalt. A legnaívabb módon elmesélt mindent, amit elvállások pillanata óta tapasztalt. Kunigunda az égre emelte tekintetét, megkönnyezte a jó anabaptistának és Panglosznak halálát. Azután ő beszélt Kandidnak, és az ifjú áhítattal figyelt minden szavára, s majd elle elnyelte a lányt tekintetével. 8. fejezet. Kunigunda története. Míg ágyamba feküdtem, s mély álomba voltam merülve, mikor az ég akarata folytán a bulgárok, gyönyörű, tundertent ronki kastélyunkba betörtek. Atyámat és bátyámat megfojtották, és anyámat darabokra tépték. Egy hatalmas termetű bulgár, látva egy szörnyűség láttára elvesztettem eszméletemet, erőszakot akart rajtam elkövetni. Erre aztán magamhoz tértem, visszanyertem eszméletemet. Haraptam, karmoltam, a szemeit akartam kikaparni a nagy bulgárnak, mert sejtelmem sem volt arról, hogy mindaz, ami atyám kastélyába történt, nagyon megszokott dolog. És az istentelen bulgár olyan döfött tőrével a bal combomba, hogy most is ott vannak a nyomai. Istenem! Remélem, hogy megláthatom, mondá naívul Kandid. Meg fogod látni, mondá Kunigunda, de hadd folytassam. Folytasd, mondá Kandid. Kunigunda újból felvette az elbeszélés fonalát. Aztán egy fiatal ember lépett be, látta, hogy fekszem ott vérbe borítva, de a katonát ez egy cseppet sem feszélyezte. A kapitány haragra robbant a gazfickó tiszteletlensége miatt, és testemen ölte őt meg, aztán bekötöztette sebeimet, és hadifogolyként vitetett szállására. Én mostam rá, én főztem neki, mondhatom, hogy nagyon szépnek talált, és azt sem tagadom, hogy neki is nagyon szép termete és finom fehér bőre volt. Egyébként semmi szellemesség, semmi filozófia. Könnyen észre lehet venni, hogy nem Panglosz doktor iskolájában nevelkedett. 3 hónap múlva, miután eljátszotta minden pénzét, és rám is unt, eladott egy Don Issachar nevű zsidónak, ki Hollandiában és Portugáliában kereskedett, és aki szenvedélyesen szerette a nőket. A zsidó nagyon ragaszkodott hozzám, de nem tudott rajtam diadalmaskodni. Neki jobban ellenálltam, mint a bulgár katonának. Egyszer meg lehet besteleníteni a nőt, de erénye annál jobban megszilárdul. A zsidó, hogy megpuhítson, ebbe a falusi villába hozatott. Eddig abban a hitben voltam, hogy nincs szebb a világon, mint a Tundertent rokbáró kastélya. Bevallom, csalódtam. Egyszer a nagy inkvizítor észrevett a misén. Sokáig kacsingatott rám, s megizente, hogy titkos beszélni valója van velem. Palotájába vitte. Feltártam neki születésemet, ő meg azt bizonyítgatta, hogy nagyon is méltóságomon aluli, hogy egy zsidónak legyenek a szeretője. Ajánlatot tett Don Issachárnak, hogy engedjen át neki. Don Issachár, ki udvari bankás, mint ilyen nagy tekintélyű ember, hallani sem akart a dologról. Az inkvizítor mágiával fenyegetőzött. Végre zsidó megfélemlítve belement az alkuba olyan formán, hogy a nyárilak is, meg én is, mindkettőjüknek közös tulajdonai leszünk. Hogy hétfőn, szerdán és szombaton a zsidóé leszek, a hét többi napján pedig az inkvizítoré. 6 hónapja van érvényben ez az egyesség. Igaz, hogy voltak civakodások is, mert gyakran nem tudtak eldönteni, vajon a szombatról vasárnapra virradó éjjel a régi vagy az új birtokost illeti-e. Ami engem illet, mindkettőnek ellenálltam, és azt hiszem, ennek tulajdoníthatom, hogy változatlanul szeretnek. Végül, hogy a földrengést elhárítsa,
és Don Issachart megfélemlítse, elhatározta az inkvizítor úr, hogy eretnek égetést rendez. Engem is megtisztelt azzal, hogy meghívott az ünnepélyre. Nagyon jó helyre kerültem. A hölgyeknek frissítőt szolgáltak fel a mise és a kivégzés között. Mondhatom, borzalom fogott el, mikor kivégezni láttam azt a két zsidót és a derék piszkajait, ki szentül meg volt győződve, hogy tulajdon keresztanyját vette feleségül. De mi nagy volt meglepetésem, ijegységem, önkívületem, midőn a szambenítóban és papírsüveg alatt egy panglosszhoz hasonló alakot láttam meg. Megdörzsöltem szemeimet, majd figyelmesen néztem őt, és láttam, amint felakasztották. Ekkor ájultan estem össze. Alig tértem magamhoz, midőn téged láttalak meg teljesen mesztelenül. Ekkor már a borzalomnak, meglepetésnek és fájdalomnak, kétségbeesésnek tetőpontjára jutottam. Őszintén mondhatom neked, hogy a te bőröd még fehérebb, és egy árnyalattal tökéletesebb, mint a bulgár kapitányomé. Ez a látványosság megkétszerezte azokat a kínos érzéseket, melyek hatalmukba ejtettek. Kiáltani szerettem volna, azt szerettem volna mondani, megállj azok, barbárok! De a szó torkomon akadt, és hiába is kiáltottam volna. Miközben téged alaposan megbotoztak, azt kérdezgettem magamtól, hogyan lehetséges az, hogy a szeretetreméltó Candide és a bölcs Pangloss Lisszabonba kerülnek. Az egyik, hogy 100 korbácsütést kapjon, a másik, hogy a főinkvizítor méltóságának, az én szeretőmnek parancsára fölakasztassék. Pangloss tehát kegyetlenül megcsalt engem, midőn azt állította, hogy minden a legjobb a világon. Felizgatva, elkábulva, majd eszemet vesztve, majd a gyengeségtől csak nem elájulva, elvonult lelkem előtt. Atyám és anyám meggyilkolása, az én bulgár katonám szemtelensége, a tőle kapott tördöfés, szolgáló sorsom, szakácsnői mesterségem, a bulgár kapitány, a hitvány Issachar, az utálatos inkvizítor, Pangloss doktor felakasztása, a szentmise a megbotozásod alatt, és eszembe jutott az a csók, melyet egy spanyol fal mögött adtam neked, azon a napon, amelyen utoljára láttalak. Hálát adtam Istennek, ki annyi megpróbáltatás után visszavezérelt téged. Megparancsoltam az öreg asszonynak, hogy viselje gondodat, és vezessen ide, ameddig ez lehetséges. Rendelkezésemet pontosan végrehajtotta. Megértettem azt a kifejezhetetlen örömöt, hogy viszont láthatlak. Hallhattam szavadat, és beszéltem veled. De te bizonyára nagyon éhes lehetsz. Én is megéheztem, fogjunk a vacsorához. És mindketten asztalhoz ültek. Vacsora után helyet foglaltak azon a szép pamlagon, melyről már beszéltünk. Itt lelte őket Don Issachar, a nyári lak egyik tulajdonosa. Szombat volt. Eljött, hogy jogait élvezze, és gyöngét szerelmét tolmácsolja. 9. fejezet. Mi történt Kunigundával, Candiddal, a nagy inkvizítorral és a zsidóval? Ez az Issachar egyike volt a legharagosabb hébereknek, akik csak éltek eddig Izraelben a babiloni fogság óta. Mi, te hűtlen kutya! Tehát az inkvizítor még nem elég. Még ez a fickó is osztozik velem. Így szólván hosszú tört húzott ki, melyet mindig magánál hordott, s nem gondolva arra, hogy ellenfelének is van fegyvere, rávetette magát Candidra. Ám de a mi derék vesztfáliai barátunk a ruházattal együtt egy szép kardot is kapott az öregasszonytól. Kardot rántott, ám bár egyébként a legszelidebb természetű volt, s a következő pillanatban az izraelita holtan terült el Kunigunda lábainál. Szent szűzanyánk! Kiáltott a leány. Mi lesz velünk? Egy ember töltél meg nálam. Ha a rendőrség belép, el vagyunk veszve. Ha Pangloss nem akasztották volna fel, szólt Candide, biztosan jó tanácsot adna ebben a nehéz helyzetbe. Mert ő nagy filozófus volt. De ha ő nincs itt, kérjünk tanácsot az öregasszonytól. Ez igen okos nő volt, és már el is kezdte véleményét nyilvánítani, midőn egyszerre egy másik kisajtó nyílt meg.
éjfél után 1 óra volt a vasárnap kezdete. Ez a nap már az inkvizítor urat illette. Belép, és ott látja a megbotozott Candidot karddal a kezébe, egy halottal a földön elterülve, Kunigundát halálra rémülve, és az öreg asszonyt, amint tanácsokat osztogat. Ebben a pillanatban így gondolatok cikáztak át Candid agyába. Ha ez a szent ember most segítségért kiállt, kétségtelenül mágiára fog hurcoltatni. Kunigundának is ez lenne a sorsa. Szívtelenül megkorbácsoltatott, ezen felül vetélytársam is. Megölöm őt habozás nélkül. Ez az okoskodás világos és gyors volt, és időt sem engedve az inkvizítornak arra, hogy magához térjen meglepetéséből, keresztül szúrja, és odalöki a zsidó mellé. Íme, itt a másik is, mondta Kunigunda. Nem lehet már szó megkegyelmezésről, meg vagyunk átkozva. Elérkezett az utolsó óránk. Hogy voltál rá képes, te ki, oly gyöngédnek születtél, hogy 2 perc alatt megölj egy zsidót és egy főpapot? Kedvesem, felelé Candid, ha az ember szerelmes, féltékeny, és megvesztőztetésen ment át, akkor nem ismer többé magára. Ekkor az öreg asszony szólalt meg. 3 andalúziai ló van az istállóba, felnyergelve és kantározva. A derék Candid vezesse el őket. Úrnőmnek arany és gyémánt ékszerei vannak, üljünk gyorsan lóra. Bár én csak az egyik faromon tudok ülni, és menjünk Kádixba. Gyönyörű idő van, és nagy élvezet a hűvös éjszakában utazni. Candid tüstént felkantározta a 3 lovat, és Kunigunda, az öreg asszony meg ő 30 mérföldet tesznek meg egy huzamba. Mi alatt ők szöknek, a szent Ermandad megérkezik a nyárilagba. Ő méltóságát egy szép templomban temetik el, és Iszakkart a szemétdombra vetik. Candid, Kunigunda és az öregasszony már a kis Avacéna városában voltak, a Sierra Morena hegységei között, és így beszélgettek egy kocsmában. 10. fejezet. Mi nyomorúságos helyzetbe jutnak Candid, Kunigunda és az öregasszony Kádixban? Hogyan szállnak hajóra? Vajon kilophatta el aranyaimat és gyémántjaimat? Kérte sírva Kunigunda. Miből éljünk, mit tegyünk? Hol találok még egy inkvizítort és még egy zsidót, ki ismét pénzhez juttat? Istenem, sóhajtott az öregasszony. Erősen gyanakodom egy tisztelendő atyára, ki tegnap Badajozban velünk egy kocsmában lakott. Isten őrizzen meg attól, hogy elhamarkodott ítéletet mondjak, de Amosz 2-szer is bejött a szobákban, és sokáig együtt jött velünk. Istenem, sóhajtott Candid, a jó Pangloss gyakran bizonygatta, hogy a föld javai közös tulajdonaink, hogy mindenkinek egyenlően van joga hozzájuk. De ezen elvek értelmében a barátnak meg kellett volna annyit hagynia, hogy miből folytassuk az utazásunkat. Tehát semmit sem maradt, kedves Kunigundám. Egy árva fillérse, mondta a lány. Mihez fogjunk hát? Kérdé Candid. Adjuk el az egyik lovat, mondta az öreg asszony. Én a kisasszony mögött fogok guggolni, bár csak az egyik ülepemen tudok ülni, és így majd eljutunk Kádixba. Ugyanez szálláson volt egy benedekrendi rendfőnök, ez jó olcsón megvette a lovat. Candid, Kunigundos, az öregasszony átmentek Lucénán, Csillászon, Lebriszkán, s végül Kádixba érkeztek. Ott éppen egy hajót szereltek fel, és csapatokat toboroztak, hogy becsületre tanítsák a Paraguayban a főtisztelendő jezsuita atyákat, kiket azzal vádoltak, hogy egyik bandájukat Spanyolország és Portugália királyai ellen fellázították Szent Sacramento városa mellett. Candid, ki a bulgárok közt katonáskodott, a kis hadsereg generálisa előtt annyi kellemmel, gyorsasággal, ügyességgel, büszkeséggel és szakavatottsággal mutatta be a bulgár fegyvergyakorlatokat, hogy azonnal rábíztak
egy gyalogos század parancsnokságát. Tehát kapitány lett. Hajóra szárt Kunigundával, az öregasszonnyal, két szolgával s a két andalúziai lóval, mely azelőtt Portugália nagy inkvizítorának a tulajdona volt. A hajózás alatt sokat gondolkoztak a szegény Pangloss filozófiáján. Más világ felé evezünk, mondá Kandid. Ebben az új világban biztosan minden jól van, mert azt meg kell adni, hogy a mi világunk úgy fizikai, mint erkölcsi állapota sok panaszra ad okot. Szívemből szeretlek, mondá Kunigunda, de a lelkem még teljesen meg van rendülve mindattól, amit láttam és tapasztaltam. Minden jóra fordul, válaszolá Kandid. Ebben az új világban a tenger is jobb, mint Európában, sokkal szelídebb, és a szelek is állandóbbak. Biztosan ez a lehető legjobb világ. Adja Isten, hogy úgy legyen, mondá Kunigunda, de én olyan rettentően szerencsétlen voltam a mapban, hogy alig tudok már reménykedni. Még te is panaszkodol? Mondá az öregasszony. Ó, Istenem! Hát, ha még olyan szerencsétlenségeken mentél volna át, mint én! Kunigunda nevetésben tört ki, és nagyon tréfásnak találta ezt a jámbor öregasszonyt, ki azt állítja, hogy ő szerencsétlenebb nála. Ugyan, jóságos nénikém! Ha csak nem két bulgár követett el rajtad erőszakot, és nem kétszer szúrt hasba, ha csak nem kétszer rombolták le kastélyaidat, ha nem két anyádat és két atyádat folytották meg a szemed előtt, és ha nem két szeretődet láttad a mágia előtt megkorbácsolni, ha mindezeken nem mentél keresztül, akkor nehezen versenyezhet el velem. Gondold el, még hogy én bárónőnek születtem, és 72 őssel dicsekedhetem, és hogy egészen a szakásnő mesterségig süllyedtem. Kisasszonykám, válaszolt ez öregasszony. Te nem is sejted az én származásomat. És ha megmutatnám neked az ületemet, nem beszélnél így, és nem hamarkodnád el a sorsomról való ítéletet. 11. fejezet. Az öregasszony története. Nem volt mindig ilyen színtelen és kivörösödött a szemem, mint most. Nem jártam mindig így leeresztett orral, és nem voltam mindig szolgáló. 10. Orbán pápának és Palesztina hercegnőjének a lánya vagyok. 14 éves koromig olyan palotában neveltek, hogy mellette a te báróidnak kastélyai még istállószámba sem ehettek volna. És egyetlen egy ruhámnak több értéke volt, mint Vesztfália összes kincseinek. Így növekedtem szépségben, bájosságban, tehetségem kifejtésében. Öröm, tisztelet és remény között. Akkor már szerelmet keltettem, keblem is kifejlődött, s milyen kebel, fehér és telt, mint a Medici Vénuszé, és a szemei milyenek voltak, és a szempilláim és fekete szemöldökeim, milyen lángok lobogtak szemeimben, hogy elhomályosították a csillagok ragyogását is. Így mondták vidékünk költői. Az asszonyok, ki költöztettek és vetkőztettek, extázisban voltak, ha akár elől, akár hátul megtekintettek, és minden ember szeretett volna az ő helyükben lenni. Mennyasszonya lettem Massa Carrara uralkodó hercegének. Micsoda herceg volt! Olyan szép, mint én, csupa kedvesség, csupa báj, ragyogó szellemű és szerelemtől izzó. Szerettem őt. Úgy, ahogy először lehet szeretni. Bálványoztam őt, oda voltam érte. Már megvoltak a mennyegzőre való előkészületek. Hallatlan pompával fényesen ment végbe. Fényes ünnepeket, lovas játékokat rendeztek. Színdarabokat játszottak a tiszteletemre. Egész Itáliában szonetteket írtak hozzám, s mondhatom, hogy egyik jobb volt, mint a másik. Már csak nem boldogságom pillanatához jutottam, midőn egy vén márkinő, ki hercegemnek szeretője volt, meghívta őt egy csésze csokoládéra. 2 óra alatt iszonyatos görcsökkös szenvedett ki a herceg.
De ez még semmi. Anyám a kétségbeejtő helyzeten, bár nem volt annyira lesújtva, mint én, menekülni akart egy időre a szomorúság gyászos színhelyéről. Gyönyörű birtoka volt Gaéta vidékén. Egy hazai hajóra szálltunk fel, melyet olyan dúsan díszített az arany akár a római Szent Péter templom oltárát. Egy szalai kalóz üldözni kezdés utolér bennünket. Katonáink úgy védekeztek, mint a pápa katonáihoz illik. Fegyvereiket eldobálva valamennyien térdre vetették magukat, és könyörögtek a kalóznak. Hadd vehessék fel ott a halotti szentségeket az utolsó órájokban. Egy-kettőre mesztelenre vetkőztették őket, mint a majmokat. Anyámat és az udvarnőket, és engem hasonlóképp. Valóban bámulatos, mély buzgalommal tudták a kalózok az embereket levetkőztetni. De a legjobban az lepett meg, hogy az ujjaikat olyan helyre is bedugták, ahová mi asszonyok rendszerint csak apró csövecskéket engedünk betenni. Ez az eljárás nekem nagyon különösnek tűnt. Lám, mennyire tudatlan az ember, ha még nem forgott a nagyvilágba. Csak hamar megtudtam, hogy azt akarták így módon megvizsgálni, vajon nem rejtettük el a ma bizonyos helyre néhány gyémántot. Ember emlékezet óta az-e szokás a művelt népeknél, melyek tengerre szoktak szállni. Megtudtam, hogy a hithű máltai lovagok sem mulasztják ezt el. Valahányszor törököket vagy török nőket ejtenek fogságba. Oly követelménye ez a nemzetközi jognak, melyet sosem sértettek meg. Nem is akarom ecsetelni, mi keserves dolog egy fiatal hercegnőre, mikor anyjával együtt Marokkóba hurcolják rabszolgaságba. Elgondolhatjátok, mennyi megaláztatást kellett szenvednünk a kalóz hajóján. Anyám még nagyon szép volt. Udvarhölgyeink, sőt egyszerű komornáink is oly bájosak voltak, hogy egész Afrikában nem lehetett hozzájuk foghatókat találni. Ami engem illetén elbájoló voltam, a szépség és kellemesség teljes ragyogásába, és még érintetlen voltam. Nem sokáig maradtam az. Az ártatlansága virágát, mely a massza karrarai szép hercegnek nyílt, a kalóz kapitány szakította le. Ez az utálatos néger még abban a szent hídben ringatta magát, hogy nagyon megtisztelve érezhetem magam. Mondhatom, hogy Palesztina hercegnőjének, és nekem nagyon erősnek kellett lennünk, hogy kibírjuk mindazt, ami Marokkóba való érkezésünkig reánk várt. De hagyjuk ezeket. Olyan mindennapi dolgok ezek, hogy nem is érdemes róluk beszélni. Marokkó vérben úszott, mikor mi odaérkeztünk. Muli Izmael császárnak 50 fia volt, és mindegyiknek külön pártja. Ennek eredményeként 50 polgárháború ütött ki, melyben feketék-feketék ellen, feketék a barna bőrűek ellen, barna bőrűek ellen, mulattok-mulattok ellen küzdöttek. Szakadatlan mészárlás volt az egész birodalomban. Alig, hogy partra szártunk, midőn egy, az én kalózommal ellenséges fekete csapat el akarta ragadni zsákmányát. A gyémántok és az aranyok után mi voltunk a legértékesebb holmi. Oly áldász küzdelemnek voltam a szemtanúja, hogy erről nektek halvány sejtelmetek sem lehet az európai klíma alatt. Az északi népeknek nincs elég forró vérök, és nem bolondulnak úgy a nőkért, mint Afrikába. Úgy látszik, hogy az európaiaknak tejfolyik az ereikben. Az Atlasz-hegység és a környező országok lakosainak pedig tűz és vitriol. Az oroszlánok, tigrisek és kígyók dühével harcoltak. Így akarták eldönteni, kinek jussunk a birtokába. Egy mór ragadta meg anyámat a jobb karjánál fogva, egyik hadnagyunk viszont a bal karjánál fogva tartotta. Egy mórkatona egyik, egy kalóz a másik lábát ragadta meg. Csak nem valamennyi udvarhölgyünknek ez lett a sorsa. Négy-négy katona húzta őket négy felé. Kapitányom engem maga mögé rejtett, tőr volt a kezébe, és mindenki halálfia lett, ki dühével szembeszállt. Végül magam előtt kellett látnom összes udvarnőimet anyámmal együtt széttépve, szerte szaggatva, elkínozva a majd szörnyetegek által, kik mind maguknak követelték őket. A foglyok, társnőim, azok, akik elrabolták őket, katonák, matrózok, feketék, barna bőrűek, fehérek, mulattok,
s végül az én kapitányom is mindjárt ott pusztultak el, és én rémülettől félholtan maradtam ott a haldoklók testein. Közismert dolog, hogy hasonló jelenetek folytak le több mint 300 mérföldnyi távolságban, anélkül, hogy a Mohamed által elrendelt ötször imádságot elmulasztották volna. Nagy nehezen elvonszoltam magam a vérző temtelemek tömegéből, és egy közeli patak mellett álló narancsfa alatt menekültem. Ott a rémülettől, kimerültségtől, borzalomtól, kétségbeeséstől és éhségtől összeestem. Lassanként kábító álomba merültem, mely inkább ájulást hozott, mint pihenést. Az érzékenység és kábultság ilyen állapotába, élet és halál közt lebegve, egyszer csak éreztem, hogy valami testemhez ér. Nyitom szememet, és egy jóképű fehér embert látok magam előtt, ki fogai közt morogta. Ó, mint sajnálom, hogy nem vagyok igazi férfi. 12. fejezet. Az öregasszony tovább meséli viszontagságait. Elcsodálkoztam, s egyben el voltam ragadtatva anyanyelvem hallatára. És nem kevésbé lévén meglepődve ezen ember szavai fölött. Azt feleltem neki, hogy sokkal nagyobb szerencsétlenségek is vannak a világon, mint ami miatt ő panaszkodik. Néhány szóval elmeséltem neki a kiállott borzalmakat, és ismét elájultam. Elvitt egy szomszédos házba, ágyba tétetett, ennivalót hozatott számomra. Kiszolgált, vígasztalt, hízelgett. Azt mondta, hogy soha életében nálam szebbet nem látott, és soha életében nem sajnálta még annyira azt, amit senki sem adhat neki többé vissza. Nápolyban születtem, mesélte. Ott évente 2-3 ezer gyermeket szoktak férfiasságuktól megfosztani. Egyesek bele is halnak. Némelyek még az asszonyoknál is szebb hangot nyernek. Mások viszont az állam kormányzói lesznek. Rajtam kiváló sikerrel hajtották végre a műtétet, és tagja lettem a palesztinai hercegnő templomi zenekarának. Az én anyámnál, kiáltottam. A te anyádnál, kiáltott felő zokogva. Hogyan? Hát te lenné az a fiatal hercegnő, akit én 6 éves koráig neveltem, és ki már akkor is elárulta, hogy oly gyönyörű lesz. Én vagyok az. Anyám 400 lépésnyire van innen, ízekre szaggatva egy rakást holtetem fölött. Mindent elmondtam neki, ami velem történt. Ő is elmesélte nekem kalandjait. Elmondta, miképp küldte őt egy keresztény nagyhatalom Marokkó királyához, hogy szerződést kössön vele, mely szerint puskaport, ágyúkat, hadihajókat adnak neki, hogy segítsen tönkretenni a többi keresztény államok kereskedelmét. Megbízatásomnak eleget tettem, mondta derék eunuch. Most Keutába szállok hajóra, és téged hazaviszlek Olaszországba. Elérzékenyültem, és sírva rebegtem neki köszönetet. Ő pedig ahelyett, hogy Olaszországba vitt volna, Algírba vitt, és eladott a tartományi dejnek. Alig, hogy az eladás megtörtént, a pest is, mely végig nyargalt Afrikán, Ázsián és Európán, teljes erővel ütött ki Algírba. Te már láttál földrengést, kisasszonykám. Te láttál-e valaha pestist? Soha, felelt a bárónő. Ha láttál volna, folytatta elbeszélését az öreg asszony. Kénytelen lennél bevallani, hogy felülmúlja a földrengés borzalmait. Afrikában ez nagyon megszokott, én is megkaptam. Képzeld el, milyen helyzetbe jut egy pápának a leánya, aki 15 éves korában átment a szegénységen, rabszolgaságon, csak nem minden nap erőszakot követtek el rajta. Végig kellett néznie, hogy anyját 4 fele vágják. Éhhalál fenyegette, háború kínoszta, és végül pestisben halt meg, Algírban. Igaz, hogy nem haltam bele, de eunuchom, a dej,
csak nem az egész algéri hárem áldozatává lett. Midőn az iszonyú pestis első dühöngése véget ért, eladták a dej rabszolgáit. Engem egy kereskedő vett meg és elvitt Tuniszba, ott eladott egy másik kereskedő, neki újra eladott Tripoliban, onnan Alexandriába, innen Szmirnába, végül Konstantinápolyba kerültem, ahol egy janicsárag a tulajdonába jutottam, kit nem sokára azzal bíztak meg, hogy Azovot védje a ostromló oroszok ellen. Az aga, aki nagyon lovagias ember volt, magával vitte egész háremét, és elhelyezett valamennyiünket egy erődben az Azovi tenger mellett. Két fekete eunuchot és 20 katonát adva őrizetünkre. Nagyszerűen öldösték az oroszokat, de ezek ugyancsak visszaadták a kölcsönt. Azovot tűzbe, vérbe borították, és korra nemre való tekintet nélkül mindenkit lekaszaboltak. Csak a mi kis várunk volt még épségben. Az ellenség ki akart bennünket éheztetni. A 20 janicsár megesküdött, hogy sohasem adja meg magát. A végső éhség folytán, mely fenyegette őket, kénytelenek voltak két eunuchot megenni, nehogy az esküjöket kelljen megszegniük. Néhány nap múlva elhatározták, hogy megeszik az asszony népet. Volt köztünk egy jámbor és résztvevő imám, ki megható beszédet mondott nekik, és azt ajánlotta, ne üljenek meg egyszerre. Vágjátok ki, mondá, valamennyi nőnek egyik farát, s így jó lakomára tesztek szert, s ha ismét rákerül a sor néhány nap múlva, ismét annyi áll rendelkezésetekre. Az ég megállt benneteket így hegyes cselekedetekért, és meglesztek segítve. A hatalmas ékes szólásával meggyőzte őket. A borzalmas operációt végrehajtották rajtunk. Az imám ugyanazt a balzsamot használta sebeink beheggesztésére, melyet körülmetélésekre a gyerekekre szoktak alkalmazni. Valamennyien a halál torkában voltunk. Alig, hogy a gyanicsárok elfogyasztották a lakomát, melyet mi szolgáltattunk nekik, midőn az oroszok megérkeztek hajóikkal. Egyetlen janicsár sem menekült meg, és az oroszok egyáltalában nem tekintettek keserves állapotunkra. Mindenütt akadnak azonban francia sebészek. Egyikük, ki pedig nagyon ügyetlen volt, gondjaiba vett, és ki is gyógyított bennünket. Soha életemben nem fogom elfelejteni, hogy mikor sebeim begyógyultak, azonnal szerelmi ajánlatokkal állott elő. Egyébként mindnyájunkat azzal vigasztalt, hogy már több században fordultak elő hasonló dolgok. Mert ez háború szokás. Mihely társnaim járni tudtak, Moszkvába küldte őket. Én egy bojár birtokába jutottam, akinek a kertjét kellett gondoznom, és aki naponta 20-szor megkorbácsolt. Ám de gazdámat valami udvari intrika miatt 2 év múlva más 30 bojárral együtt kerékbe törték, s én felhasználva ezen szerencsés véletlent kereket oldottam. Bejártam egész Oroszországot. Hosszú ideig szolgáltam egy rigai korcsmában, majd Rostockban, Wismarban, Lipcsében, Kasszelben, Utrechtben, Lédenben, Hágában, Rotterdamban. Nyomorban és megalázásban öregedtem meg, és bár csak fél ülepen volt, gyakran visszaemlékeztem arra, hogy egy pápa lánya vagyok. 100-szor is öngyilkos akartam lenni, és mégis ragaszkodtam az élethez. Ez a nevetséges gyengeség talán egyike a leggyászosabb velünk született hajlamoknak. Mert van-e ostobább dolog, mint hogy folytonosan viseljünk egy terhet, melyet szeretnénk földhöz vágni. Melengetjük a kígyót, mely bardos bennünket, még végre szívenkből eregeti mérgét. Azokban az országokban, melyekben a sors juttatott, s azokban a korcsmákban, melyekben szolgáltam, rengeteg oly embert láttam, aki torkig volt az élettel. De csak 12 olyan volt köztük, ki önként vált meg a nyomorúságától. 3 néger, 4 angol, 4 svájci ember és egy Robert nevű német professzor. Legutóbb Don Issachar-nak lettem a szolgája. Te melléd rendelt, bájos kis úrnőm. Azóta annyira hozzánőttem a sorsodhoz, hogy sokkal jobban elfoglaltak a te viszontagságaid, mint a magaméi.
Soha nem említettem volna a szerencsétlenségemet, ha nem unszoltál volna rá. És ha nem volna szokás, hogy a hajón unaloműzésből meséljen az ember. 100 szónak is egy a vége, kedves kisasszonykám. Nekem bőséges tapasztalataim vannak. Jól ismerem a világ sorát, szerezd meg magadnak az örömöt, hogy minden utassal elmesélteted a történetét. És ha csak egy olyanra is bukkansz, aki sohasem átkozta még életét, ki még sohasem mondta magáról, hogy ő a legszerencsétlenebb az összes teremtmények közül, akkor fejemmel előre, ökj a tengerbe. 13. fejezet. Hogyan kellett Candidnak elválnia a szép Kunigundától és az öreg asszonytól? A szép Kunigunda, miután meghallgatta az öreg asszony történetét, oly tisztelettel viseltetett vele szemben, amilyen egy magasrangú és érdemekben gazdag személyt megillett. Ajánlatát elfogadta. Az utasokkal egyikkel a másik után elmeséltette élettörténetöket. Candid is, ő is belátta, hogy az öreg asszonynak igaza volt. Bizony nagy kár, mondta Candid, hogy a bölcs Pangloszt a bevett szokások ellenére felakasztották az eretnek égetési ünnepélyen. Mi épületes dolgokat mondana most nekünk a fizikai és erkölcsi bajokról, melyek a száraz földet és tengert beborítják. És én most már elég bátornak érezném magam, hogy felvetéseire néhány tiszteletteljes megjegyzést kockáztassak meg. Miközben valamennyien elmesélték élettörténetöket, a hajó előre haladt, és Buenos Aireshez ért. Kunigunda, Candid kapitány és az öregasszony egyenesen a kormányzóhoz, Don Fernando Di Ibarra, Figueiro Mascarenhas, Lampurdo Souzához mentek. Ennek az úrnak büszkesége méltó volt az általa viselt rengeteg névhez. Oly gőgös megvetéssel állt szóba az emberekkel, oly magasan hordta az orrát, oly könyörtelenül rikácsolt a hangja, oly parancsoló modora volt, s oly gőgös magatartása, hogy akik üdvözölték őt, szerették volna mindjárt fel is pofozni. A nőket őrülten szerette, s Kunigundánál úgy tűnt, még sohasem látott szebb teremtést. Az volt az első kérdése, hogy nem felesége Kunigunda a kapitánynak. Oly képpel kérdezte meg, hogy Candidnak arcába szökött a vér. Nem merte azt mondani, hogy a felesége, mert hiszen nem is volt az. Azt sem merte mondani, hogy a nővére, mert nem volt az, és ám bár a hivatalos hazugság a régi világban is, az újban is kapóra jön, az ő lelke sokkal ártatlanabb volt, mintsem, hogy füllenteni tudjon. Kunigunda kisasszony mondta, megtisztelt azzal, hogy hozzám jön feleségül, és arra kérjük méltóságodat, hogy kegyeskedjék bennünket összeadni. Don Fernando Di Barra Figueiro Mascarenhas Lampurdo Souza bajuszát végig simítva kajánul mosolygott, és megparancsolta Candid kapitánynak, hogy azonnal menjen csapatszemlét tartani. Candid engedelmeskedett. A kormányzó egyedül maradt Kunigunda kisasszonnyal. Bevallotta neki szenvedélyes szerelmét, és ünnepélyesen ígérte, hogy másnap örök hűséget esküszik neki a templomba, vagy a templomon kívül, amint a lány jobban óhajtja. Kunigunda negyed órai gondolkozási időt kért, mert az öregasszonytól akar tanácsot kérni, mielőtt határozna. Az öregasszony ezt mondta Kunigundának. Kisasszonykám! 72 előkelő őst tudsz összeszámolni, de nincs egy fabatkát sem. Rajtad múlik, hogy feleséggel egy Dél-Amerika legnagyobb urának, kinek még hozzá szép bajusza is van. Vajon az-e a te rendeltetésed, hogy a hűség minden próbáját kiálljad? Már úgyis megmestelenítettek a bolgárok, egy zsidót és egy inkvizítort boldogítottál kegyeiddel. Ennyiból szerencse bizonyos jogokat ad. Bevallom, hogy ha a helyedben volnék, minden lelkiismeret furdalás nélkül feleségül mennék a kormányzóhoz,
hogy így Kandid kapitány szerencséjét is megalapítsam. Mialatt az öreg asszony korához és tapasztaltságához méltó bölcsességgel így beszélt, egyszerre csak egy kis hajó ért a kikötőbe. Egy bíró ült benne a darabontjaival, a dolog így történt. Az öreg asszony nagyon jól sejtette, hogy egy csuhás barát lopta el Kunigunda pénzét és ékszereit. Badajoz városában midőn a lány Kandiddal lóhalálában menekült. A barát néhány ékszert el akart adni egy ékszerésznek. Az ékszerész felismerte bennük a nagy inkvizítor tulajdonait. A barát, hogy fel ne akasszák őt, bevallotta, hogy kiktől lopta azokat, megnevezte a személyeket s az utat, melyen menekültek. Kunigunda és Kandid szökése közismert volt. Kádizik üldözték őket, és haladék nélkül hajót küldtek további üldözésükre. A hajó már Buenos Aires kikötőjébe érkezett. Elterjedt a híre, hogy egy spanyol bíró szándékozik kiszállni, és hogy a nagy inkvizítor őméltóságának gyilkosait üldözik. Az öregasszony az első pillanatban belátta, mi a tennivaló. Te nem menekülhetsz, mondták Kunigundának. De nincs mitől félned, hiszen nem ölted meg az ő nagy méltóságát. Különben is a kormányzó úr, ki imád téged, nem tűrné, hogy rosszul bánjanak veled. Tehát maradj! Ezután gyorsan Kandidhoz megy, és... Menekülj, mondja neki, mert különben egy óra múlva mágián halsz meg. Nem volt veszteni való idő, de hogy váljék el Kunigundától? És hová meneküljön? 14. fejezet. Hogyan fogadták Kandidot és Kakambót Paraguayban? A jezsuiták. Kandid magával vitt Kádixból egy lakályt, amilyen bőven találhat az ember Spanyolország partjain és a gyarmatokban. Negyedrész spanyol vérforteje ereiben, mesztic apától származott Tucumánban. Mindenféle foglalkozása volt már. Minisztráns fiú, sekrestés, matróz, barát, levélhordó, katona, lakály. Kakambónak hívták, gazdáját nagyon szerette, mert ez felette jó volt hozzá. Egy-kettőre megnyergelte a két andalúziai paripát. Na most, gazdám, fogadjuk meg a vénasszony tanácsát, adjunk kereket, és ne is nézzünk hátra. Kandid nem tudta visszatartani könnyeit. Ó, drága Kunigundám, éppen akkor kell, hogy téged itt hagynom, midőn a kormányzó úr össze akar adni bennünket. Ó, Kunigund, aki oly messziről kerültél ide, mi sorsra fogsz jutni? Azt fogja tenni, amit tehet, mondták a kambó. Az asszony nép sohasem jön zavarba, gondol rá a jó Isten, de most már meneküljünk. Hová vezetsz? Hová megyünk? Mi csinálunk Kunigunda nélkül, sóhajták Kandid. Komposztellai Szent Jakabra mondom, felelék a kambó. Harcolni akartál a jezsuiták ellen. Most harcoljunk az ő oldalukon. Jól ismerem az utakat. Az országukba foglak vezetni. El lesznek ragadtatva, hogy oly kapitányra tesznek szert, ki érti a bolgár fegyvergyakorlatokat. Szédületesen megalapítod a szerencsédet. Ha az ember nem nyeri meg a játszmát az egyik oldalon, elmegy a másikra. Nagy öröm új dolgokat látni és cselekedni. Te már voltál Paraguayban? Kérdezte Kandid. Persze, hogy voltam, mondták a kambó. Pedellus voltam az Asimcion kollégiumban, és úgy ismerem kormányát, mint Madrid utcáit. Csodálatra méltó ez a kormányzat. A királyság már több, mint 300 mérföld kiterjedésű, 30 tartományra oszlik. Ott minden a Los Padres tulajdona, és semmi sem a népé. Valóságos semeke ez a rendszer a józan észnek és igazságosságnak. A magam részéről semmit sem találok olyan isteninek, mint a lelki atyák működését, akik itt háborút viselnek a spanyol és portugál királyok ellen, akik Európában ugyanezen uralkodókat gyóntatják. Akik itt megalik a spanyolokat, de bezzeg Madridban a lelki üdvösségükről gondoskodnak. Ez igazán elragadó. De törjünk a cél felé!
te leszel a legboldogabb ember. Hogy meg fognak örülni a lelki atyák? Ha megtudják, hogy oly kapitányra bukkantak, kiérti a bolgár fegyvergyakorlatokat. Mikor az első sorombóhoz értek, Kakambó tudtára adta az őrnek, hogy egy kapitány óhajtana beszélni a parancsnok úrral. Jelentést tesznek a főőrségen. Egy paragvái tiszt közli a parancsnokkal az újságot. Kandidot és Kakambót először is lefegyverezték, elvezették a két andalúziai lovat. A két idegent a katonák sorfala közt vezették be. A parancsnok a sorfal túlsó végén volt, fején háromszögletű süveg, palástja felhajtva, oldalán kard, kezében lándzsa, jelt ad. Hirtelen 24 katonája körül az érkezetteket. Egy rendőr tudomásokra adja, hogy várniuk kell, hogy a parancsnoknak nem szabad velük szóba állni, hogy a fő tisztelendő provinciális nem engedi meg, hogy egy spanyol másképp, mint az ő jelenlétébe kimerje nyitni a száját, és hogy a fő tisztelendő úr 3 óra hosszat távol marad. És hol van most a fő tisztelendő tartományi főnök úr? Kérték a Kambó. Hadi szemlén van a mise után, feleli az őr. És csak 3 óra leforgása után csókolhatjátok meg a sarkantyúját. De, jegyezte meg Kakambó, a kapitány úr, ki velem együtt elszédül az éjségtől, nem spanyol, hanem német. Nem falatozhatnánk addig, amíg a főtisztelendő főnök úr megérkezik? Az őr azonnal beszámolt parancsnokának e beszélgetésről. Legyen áldott Isten neve, mondta a parancsnok. A német? Szóba állok vele. Vezessétek lugasomba. Kandidot tüstént egy lugasba vezették, mely gyönyörű zöld és arany márvány oszlopokkal volt ékesítve, és kalitkákban, melyekben papagájok, kolibrik, légymadarak, gyöngytyúkok és más ritka madarak pompáztak. Pompás ennivaló volt arany edényekben feltálalva, míg a benszülöttek szabad ég alatt fatálakból fogyasztották a kukoricát az izzó naphevében. Később a főtisztelendő parancsnok atya belépett a lugasba. A parancsnok szép fiatal ember volt, piros színű, teltarcú, fehérbőrű, ívelt szemöldökű, piros fülű, vérpiros ajkú, büszke arc kifejezésű, de büszkesége nem vallott sem spanyolra, sem jezsuitára. Kandidnak és Kakambónak visszaadták fegyvereiket, melyeket elvettek tőlük, és a kis andalúziai lovakat is. Kakambó a lugas közelébe zabot adatott nekik, de nem vette le róluk szemeit, mintha valami meglepetéstől tartott volna. Kandid először megcsókolta a parancsnok reverendájának szegélyét, aztán asztalhoz ültek. Tehát német vagy? Kérdi a jezsuita németül. Igenis, főtisztelendő atyám, mondá Kandid. Ekkor mindketten nagy meglepetéssel és nem palástolható megindulással néztek egymásra. És Németországnak mely vidékéről való vagy? Kérdezi a jezsuita. Westfáliából, mondá Kandid. Thundertentrop kastélyban születtem. Ó, egek! Lehetséges ez? Kiáltott fel a parancsnok. Miféle varázslat? Kiáltá Kandid. Csak ugyan te vagy az? Kérti a parancsnok. Lehetetlen, mondá Kandid. Mindketten meghökkennek, megölelik egymást, és patakként megerednek könnyeik. Hogyan? Te volnál az tisztelendő atyám! Te volnál a szép Kunigunda bátyja! Téged öltek meg a bolgárok! Téged a bárúr fiát! Téged a paragvai jezsuitát! Be kell vallani, hogy felfoghatatlan dolgok történnek a világon. Ó, Pangloss, kedves Panglosszom, milyen boldog lennél, ha nem akasztottak volna fel! A parancsnok eltávolította a néger és paragvái szolgákat, kik kristály serlegekben szolgálták fel az italokat. Ezerszer is köszönetet mondott a jó Istennek és Szent Ignácnak. A karjaiba zárta Kandidot, mindkettőjük arcát könnyáztatta. Még jobban elcsodálkozol, elérzékenyülsz, és nem tudsz hova lenni a meglepetéstől, ha elárulom, hogy Kunigunda a te édes testvéred.
kiről azt hitted, hogy fölmettették a hasát, a legjobb egészségnek örvend. Hol van? Nem messze innen, Buenos Aires kormányzójánál. Én pedig most azért jöttem, hogy a jezsuiták oldalán harcoljak. Minden szó, melyet egymásnak mondtak, csodát csodára halmozott, mintha egész lelkük a nyelvök hegyén lett volna, mintha lelkök fülelt volna egymás szavaira, és csillogott volna szemökben. Mivel, hogy németek voltak, sokáig ültek az asztal mellett, várva a főtisztelendő tartományfőnök urat. A parancsnok így beszélt az ő kedves kandidjához. 15. fejezet. Hogyan ölte meg Kandid a kedves Kunigunda bátyját? Sohasem felejtem el azt a rettenetes napot, melyben atyámat és anyámat megölték, és húgomat megbestelenítették. Mikor a bulgárok visszavonultak, nem tudtuk többé fellelni drága testvéremet. Atyámat, anyámat, engem, két szolgálónkat, három megfojtott kis gyermeket szekérre tettek, hogy a jezsuiták kápolnájába temessenek bennünket, mely két mérföldnyire volt őseim kastélyától. Ez a jezsuita szentelt vízzel öntött le bennünket, mely borzasztóan sós volt. Néhány csepp a szemembe folyt. A jezsuita észrevette, hogy a szempillám megrezdült. Kezét szívemre tette, és érezte annak dobogását. Meggyógyított, és néhány hét múlva már egészen jól éreztem magam. Tudod jól, kedves Kandidom, hogy milyen szép voltam. Nos, azután még szebb lettem. Még a főtisztelendő krusztatja is, a ház főnöke, a leggyöngédebb figyelemmel volt irántam. Novíciusi ruhába bújtatott. Rövid idő múlva Rómába küldött. A rendfőnök úrnak fiatal német jezsuitákra volt szüksége. Paragvai főnök nem szívesen látják a spanyol jezsuitákat, jobban szeretik az idegeneket, mert azt gondolják, hogy ezekkel könnyebben rendelkezhetnek. A főtisztelendő rendfőnök által alkalmasnak ítéltettem arra, hogy az úrnak-e szőlőjében dolgozzam. Tehát útra keltünk hárman. Egy lengyel, egy tiroli és én. Megérkezésem után aldiakonná és hadnaggyá neveztek ki. Ma ezredes és pap vagyok. Bátran szembeszálltunk a spanyol király csapataival, jót állak érte, hogy kiátkozzuk és leverjük őket. Téged maga a gondviselés küldött segítségünkre. De az én kedves Kunigundám csak ugyan a szomszédságban van Buenos Aires kormányzójánál? Kandid esküvvel bizonyította, hogy szent igaz, amit a lányról állított. Erre újra megeredtek a könnyei. A báró egyre ölelgette Kandidot, testvérének, megmentőjének nevezte. Ó, mondta a báró, kedves Kandidom, bárcsak együtt vonulnánk be, hogy mint győztesek a városba, és kiszabadítanánk Kunigunda húgomat. Én is csak ezt kívánom, mondta Kandid, mert az volt a szándékom, hogy feleségül veszem őt, és még nem adtam fel a reményt. Szemtelen, felelt a báró. Elég szemérmetlen voltál hozzá, hogy feleségül vedd az én húgomat, ki 72 őssel dicsekedhetik. Nagyon szemtelen vagy, ha nem átallasz előttem így vakmerő szándékról beszélni. Kandid csak nem kővé meredte beszéd hallatára, és így válaszolt. Tisztelendő atyám, a világ minden ősei nem érnek egy fabatkát sem. Húgodat én szabadítottam ki egy zsidónak és egy inkvizítornak karjaiból. Ő nagyon is hálásnak kell, hogy érezze magát, és feleségem akar lenni. Panglossmester mindig azt bizonygatta, hogy az emberek egyenlők, és én kétség kívül feleségül fogom venni Kunigundát. Majd meglátjuk te az ember, mondta Tundertentrok, a jezsuita báró. És ezt mondván, karlapjával Kandid arcába vágott. Kandid is egy szempillantás alatt kardot ránt, és markolatig mártja a jezsuita báró hasába. De amidőn visszarántja a vértől gőzölgő kardot, sírásra fakad. Istenem! Édes Istenem!
Megöltem a régi gazdámat, barátomat, sógoromat. Én vagyok a világ legszelidebb embere, és íme már három embert küldtem a más világra. És a három közül kettő pap. Kakambó, ki a sorompó ajtajánál örködött, hirtelen ott termett. Most már drágán adjuk el az életünket, mondta gazdája, kétségkívül bejönnek a lugasba, és ha kell, karddal a kezünkben kell, hogy meghalljunk. Kakambó, ki már más alkalommal is jutott ilyen hínárba, nem jött zavarba. Levetette a jezsuita reverendát, melyet a báró viselt. Feladta Kandidra, ráadta a megboldogult háromszögletű süvegét is, és lóra ültette. Mindaz egy szempillantás alatt történt meg. Vágtassunk el, uram! Mindenki azt fogja gondolni, hogy jezsuita pap vagy ki rendeleteket megy osztogatni. És mielőtt még utolérhetnének, túl leszünk a határon. Alig, hogy kimondta ezt szókat, már futott is előre, és spanyol nyelven kiáltotta. Helyet a főtisztelendő ezredes úrnak!